Felzúgott a rendőrségi drón, ezúttal azonban nem ellenőrzés céljából. Bemutatót tartott a rendőrség a múzeumok éjszakája alkalmából a Kállai gyűjteményben. Az intézmény 2012-től arra törekszik, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket, nagyszülőket és a teljes családot múzeumba invitálják, méghozzá rendszeresen. Ezt a célt szolgálta a múzeumok éjszakájához való csatlakozás is, amelynek idén központi témája a pénz volt. Mi általában a június hónapban időszaki kiállítást szervezünk minden évben, és ez a kiállítás, ami június 14-én nyílt a Kossuth Bankútól a Forintig, már alapját képezte annak, hogy akkor a múzeum éjszakája minden a pénzről szóljon, és innen jött az apropó. Ez majdnem hagyomány, mert tavaly előtt a Rodolfo kiállításunk szintén ott meg a varázslatról, illetve a mágiáról szólt, úgyhogy ez adta az apropóját annak, hogy itt minden a pénzről szóljon, ezért is válogattunk olyan programokat, produkciókat, amely a pénzzel kapcsolatos. Ebből a sorból első ránézésre kilógott egy keramikus jelenléte. Valójában azonban kapcsolódott a tematikához, hiszen Ambrus Attila korábban a Viszkis néven posta és bankrablásairól volt ismert. Bár 30 rablása során sokat látott és tapasztalt, még ő is tanult újat a nyíregyházi rendezvényen. Éppen itt szembesültem a múzeumban olyan páncélszekrényekkel, ami ugye a két világháború alatt készült, sőt korábban is ugye a kiegyezés után készítettek páncélszekrényeket, és ez egy külön műfaj volt, ugye ezt úgy hívták őket, hogy mackósok, és egy külön kasztot képviseltek, mert ugye ma már sajnos bankrabló sincs, meg páncél szekrényt sem tudnak kirabolni, mert ugye az a szakértelem kell, tehát ugye akárki, most már úgy viszik el a páncél szekrényt, hogy a jeepre rákötik és elhúzzák. Én nyilván nem értek hozzá, de érdeklődéssel figyeltem a régi mestereknek a munkáit, mert tényleg iszonyatosan sok munka van egy páncél szekrénynek az elkészítésében, meg annak a megfúrásában is. Rendhagyó tárlatvezetés is várta azokat, akiket érdekelt a forint előzménye egészen a Kossuth Bankúig. Amit itt látunk, tablót, illetve az alatta lévő vitrint, az 1947-es forint sorozatnak a címletei láthatóak. Kossuth címeres 10, 20, illetve 100 forintos. Ugye több látogató is feltette a jogosan a kérést, hogy hol van az 50 forintos Rákócival, de hát ugye azt kicsit később az 50-es években vezették be, és az csak Rákosi címerre először abban a formában jelent meg. A nyíregyházi Kállai gyűjtemény mellett Kisvárda, Máté Szalka, Tiszadob, Tiszavasvár és Vásárosnömény is várta a kikapcsolódni vágyókat, valamint idén először a nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum. Örök Isten, áld meg a növényeket, ami Urunk Jézus Krisztus a legszentebb városán nevében, hogy távol tartsanak tőlünk minden gonosz lelket és ártó betegséget. Az egyházban hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének ünnepén gyógynövényeket szentelnek. Ezt kötötte össze a nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum a múzeumok éjszakájával, és helyezte a gyógynövényeket a középpontba. Ilyenkor a természet teljében van, a virágok, gyógynövények sokasságát lehet gyűjteni, és úgy gondoltuk, hogy keresztelő Szent János születése előnapján mi a gyógynövények tematikáját választjuk, úgyhogy most minden előadás, rendhagyó tárlatvezetés, kézműves foglalkozás, kis ügyeskedés, minden a gyógynövények és a virágok témája köré kapcsolódik. Itt az egyik legnépszerűbb program a levendula buzogány készítése volt, szinte alig volt üres szék az este során. Akik megszomjaztak, gyújtákat, akik pedig megéheztek, azok kemencében sült, gyógynövényes finomságokat kóstolhattak. A gyerekek két alkalommal vehettek részt zseblámpás műtárgykeresésben az állandó kiállítási térben, ahol játék közben tanultak is a szentekről. Oszlopos Szent Simeon 6. századi szír szent volt, és milyen érdekes, hogy eltelt 1000 év, és Makosfatján, tehát 17. századból ezt a szentet választották a görög katolikusok templomok védőszentjéül.